A koronavírus átírta az életet, a május közepére tervezett nagy sikerű bringa pikniket sem tudták megtartani a szervezők. Ahogy enyhültek a szabályok, egyre többen érdeklődtek a rendezvény megtartásával kapcsolatban, azonban a feltett kérdésekre biztos válaszokat a járványhelyzet tényezői miatt sokáig nem adhattak. A döntés nemrégiben megszületett, szerdán pedig sajtótájékoztatón is bejelentették, hogy némi átszervezéssel és 3 hónap csúszással végül augusztus 15-én lesz lehetőség szervezetten átkerekezni Tokajba a bringa pikniken. A rendezvény célja az emberekkel megismertetni a testmozgást, a sportot a természetben. Erre az egyik legalkalmasabb sport a kerékpározás. Minél többen éljenek egészségesen, és neveljék így utódaikat. Az eredményessége az első évben már letette a bélyegét, közel 1000 ember indult a Kossuth térről, második évben meghaladta az 1000 főt, külföldről is érkeztek már résztvevők. Ebben az évben körülbelül egy hasonló létszámra és érdeklődésre számítunk, már 4 országból jelezték, hogy részt fognak venni az eseményen. A két említett település azért kiemelt csatlakozási lehetőség, mert itt frissítőpontokat is felállítanak a szervezők. Ásványvízzel, gyümölcsel és pogácsával várják a bringásokat, akik ezeket ingyen fogyaszthatják el, hogy pótolják a 35 kilométeres távon elvesztett kalóriát és ásványi anyagokat. A szervezők kiemelték, fontos, hogy a 1,5 méteres távolságot minden esetben tartsák be a résztvevők az út és a megállóhelyek során. A kísérő programok idén sem maradnak el, bár szerényebb keretek között tartják meg ezeket, mint az előző években. 9.33-kor fog elrajtolni a harmadik bringa piknik Nyíregyháza Kossuth teréről, de ezt megelőzően már 8 órakor reggeli órákban várjuk a kedves érdeklődőket a Kossuth térre olyan programokkal, mint például a Bike Safe regisztráció, a Nyíregy Kutyasportakadémia bemutatója, és ezt követően pedig 9:30 után 3 perccel start, irány Tokaj, a jól ismert útvonalon és a jól ismert kerékpár úton. 2 megállót tervezünk, 2 bringa piknik pontot, az egyik Nyírtelek közösségi ház, a másik pedig a rakamazi nagy teknős békánál lesz. Mind a két ponton elfogyasztjuk a kis frissítőket, a kis elemúzsiánkat, amit természetesen mi szervezők biztosítunk. A tavalyi évhez hasonlóan idén is a program mellé állt Nyíregyháza önkormányzata, amely az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított a kerékpárút hálózat bővítésére. A bringa piknik népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy idén is hatalmas az érdeklődés a rendezvényre. Ráadásul sokan nem csak ilyenkor tekernek át Tokajba a 2017-ben átadott kerékpárúton. A kerékpározás az egy kikapcsolódási lehetőség, egy egészségmegőrzési lehetőség, egy turisztikai attrakció lehet, akár hogyha Nyíregyháza Tokaj viszonylatában nézzük. Nyíregyháza jelenleg 71 km kiépített bicikliúthálózattal rendelkezünk, kerékpárúthálózattal rendelkezünk. Ez azért fontos, hogy a különböző városrészek össze legyenek kapcsolva, és megfelelő távokat lehessen teljesíteni. Az említett Nyíregyháza-Tokaj közötti szakasz turisztikai szempontból nagyon fontos, hiszen szeretnénk a nyírséget összekötni Tokajjal, a Zemplénnel, és erre felfűzni egy kínálatot. De nem csak ez a jelentősége, hiszen a tanyabokrok egy részét felsőpázsított, az agglomerációt is bekapcsolja Nyíregyházába. A bringa piknik augusztus 15-én 9 óra 33 perckor a Kossuth térről rajtol rendőri felvezetéssel. Akik a rendezvény során nem biztosak abban, hogy visszafelé is meg tudják tenni a távot, azok vonattal jöhetnek vissza Nyíregyházára. A MÁV start 14 és 18 óra között minden óra 34. percében kerékpárszállító vagonokkal felszerelt járatot indít Tokajból.